Figyeld meg, hogy amikor egy tanár érdekes témáról beszél, mennyi idő múlva kalandozik el a figyelmed. Valójában ez nem is egy hiba, hanem egy adottság, ugyanis a pszichológusok szerint az emberi figyelem körülbelül 15-20 percig tartható fenn egyhuzamban. Éppen ezért azt javaslom, hogy az otthoni tanulás során gyakran tarts rövid, 3-4 perces szüneteket, de minden harmadik szüneted legyen hosszabb legalább 10 perc. A pici szüneteket használd arra, hogy felállsz, nyújtózkodsz, iszol egy pohár vizet, aztán folytasd. A hosszabb szünetekben pedig sétálj, szellőztes, egyél, hívd fel a barátaidat, hát ha épp szünetet tartanak ők is. A szünet jó arra is, hogy ülepedjen az agyadba bevitt tudás, de ez csak akkor sikerülhet, hogyha a szünet az agyadnak is szünet. Ha a pihenés helyett közösségi oldalakat nézel, gondolkodós játékokat játszol, akkor egyrészt ott ragadsz, és a tanulás tovább fog tartani, mint eredetileg tervezted, másrészt hiába tart a szünetet, igazából az agyadat ugyanúgy dolgoztatod tovább. Így ne csodálkozz azon, hogyha a gyakori pihenők ellenére 2 óra múlva elfáradt. A szünet után pedig mindig ismétléssel kezdj. Nézd át újra az előző részt. Ez segíti a lecke bevésését is, és újra felpörgeti az agyad. Azután jöhet az új anyagrész.